Na sziasztok, én Szuperlesz vagyok, és ma lenne egy Szivárklav élet, mivel már rég volt, azt gondoltam, legyen. Na szóval, ugye itt vagyunk a Szivárklav lobbyába. Ez a videó igazából egész dologról fog, ugye egész lobby dologról, meg a kliens dologról fog szólni. Szóval ez nem lesz semmi gameplay, ha azért jöttél. Na, vágjunk is bele. Ugye ez a lobby spanja, ma építettük meg, valami 5-6 óráig építették a építészeink, szóval amúgy jó munkát végeztek szerintem. Szóval be is mutatnám, hogy milyen szervek lesznek. Ugye lesz a Daisy szerve, amúgy azért a csomó szervenni, hogy online 0x0, mert nem fut. Na mindegy, szóval ez Daisy szerver. A Daisy szerver az ugye, azt lehetett ismerni a Funcraft ugye az előző szerveremről, de most a Funk, ugye a mesteremcével benne van, és láttam, hogy milyen a Daisy, kurvára elbaszták, szóval olyan lett, mint a Kit PvP, de mobokkal, szóval, nem jó. Nálunk olyan lesz majd, mint a Daisy 2.0-tól megcsináltuk, hogy ugyanúgy lesznek azok a különleges mobok, de viszont saját, sokkal másabb map lesz, ugye. Ami szerintem sokkal Daisy-sebb hangulatot fog adni, lesz textúra a pak is, szóval az is jó lesz. A következő szerver, ezt ki is írtam amúgy Facebookra, hogy Texas szerver. Sok ember nem értett, hogy Texas szerver, mi Texasba jössz a kocsán? Nem. A Texas szerver az igazából a túlélő, csak egy saját nevet adtunk neki, hogy egy kicsit hangulatosabb legyen. Ne az, hogy túlélő. Túlélő az unalmas, vagy szóval, értitek? Na, mit lehet majd találni a Texas szerver? Ugye lehet túlélőzni telkeket, sima telkeket, nem kreatív telkeket. Ugye maga Texas pont, azaz azon belül a mobarénát, a cségóláda nyitogatást, ugye a piacot, a bankot, ugye a, úgy, hogy a bányász, építész és horgász munkát meg fogjátok találni, és még miket. És a vadon világ nem fog változni, ugyanaz lesz a vadon világ, szóval nem fogunk cserélni vadon világot. Na. 1v1 szerver, ugyanolyan lesz az 1v1, mint az előző szerver, ugye a sima szerveren, annyi lesz csak a más dolog, hogy külön szerverbe fog lenni. Itt igazából most itt már ezzel nem lehet pénzt szerezni majd, itt csak szarakozni lehet igazából, mint pár minigame-nél, például mint egy Daisy-nél. Kreatív szerver, word editor, szóval tudtak word editorzni kreatív közben, hogy ha például padlót csináljátok, akkor ne legyen fél óra, amilyen meg tudjátok csinálni. Szóval igen, többet nem tudok erről mondani, hát még annyit tudnék, hogy telkek lesznek ugye persze. Azt ennyi, nem tudok erről mit mondani itt kreatívban. Skyblock, ugye normál Skyblock szerver, challenge-ekkel, spawnon lesz egy piac, ahol el tudtak adni mondjuk 64-esével kaktusz, de nem biztos, hogy 64-esével. És ja, mint ez sima Skyblock szerver, sokan mondták, hogy legyen az, még hát gondoltuk, hogy hozzáadjuk, mert nagyon könnyű egy Skyblock szeretnének megcsinálni, szóval ja. Átmegyünk, akkor itt ugye megtaláljuk a Git PvP szervünket, ez Soap PvP lesz, ami gombaragúval kell ugye etetni magad, nem aranyalmával. Szóval, mit tudnék elmondani, hát ezt még nem terveltük annyira ki ezt a szervert. Szóval nem tudunk mit mondani sajnos róla. Sky 3, ezt még nem töltöttük el, hogy milyen szerver lesz, az biztos, hogy Sky PvP lesz. Sky PvP 2, annyit fogok nektek elárulni csak, hogy nem én fogom megcsinálni, hanem egy csapatunk egyik embere. De azt nem mondhatom ki, hogy kicsoda, mert akkor nehogy balhé legyen. Igen, na mindegy, annyit kell tudni erről a Skype PP2-ről, hogy nem én csinálom, hanem az egyik személyünk, aki nálunk dolgozik. Skype PP1, ezt meg is tudom mutatni, mert ez fut éppen jelenleg.
Igen, még nincsen bekonfigurálva semmi egyáltalán. Szóval ugyanaz a map, ugyanazok a ládák lesznek, és ugyanúgy lesz Corbett stats, ugyanúgy, ha leesel, akkor visszadobod a spawnra, és ugyan olyan erős kitek lesznek. Szóval ez a Sky PvP, ez inkább arról szól, hogy bemutasd, hogy pontosan te most hol, hogy PvP-zel, nem arról szól, hogy most szerezd meg a cuccot, meg ilyesmi. A Sky 2 fog inkább arról szólni. Azt igen, ennyi. Ennyit tudok erről mondani. Na. Ha ma még be tudnám írni ezt, hogy lobby. Igen, valamiért ide dobott. Jár, mert itt mentünk be, hölgyök. Na. Ennyit tudok igazán mondani a szervekről, még megmutatok pár dolgot. Szóval itt lesznek ugye a táblák. Meg itt is lesznek táblák, szóval úgy háromféle módon tudtok csatlakozni, ugye így, az iránytűvel, vagy a portállal, vagy itt a táblákon, mint a Funcrafton régen, amikor még különálló szerver volt. Na. Hát ennyit a szerverekről. Azt elmondanám, hogy hogy fogjuk sorrendben megcsinálni, hogy azért mégis tudjátok. Holnap a Skyblockot és a kreatívot fogjuk fejleszteni, mert azokat nagyon könnyű, egyszerű, ugye egyszerűket akarjuk lehessenek végrehajtani. Aztán az 1v1-et azt is nagyon könnyű megcsinálni, szóval azt is szerintem következőnek fogjuk. Viszont ezt a kis Daisy szervert itt, ezt nem tudom, mert ezt inkább ott a közepén fogjuk elkezdeni, mert azért Daisy szervert nem nehéz, vagy eléggé nehéz bekonfigurálni, ugye mappot találni, vagy csinálni rá. Azt tudjuk, hogy sokkal jobb lesz a map. Viszont gondolkoztunk, hogy legyen a régi Funcraftos map, de az viszont nem volt annyira Daisy, legalábbis én úgy éreztem, hogy nem volt a legjobb. Na mindegy. Ugye Texas szerver, azt attól függ nehéz, mert sok mindent kell bekonfigurálni. Meg építeni. Hát építeni nem kell, mert már ott vannak a régi dolgok. Na mindegy. A SkyPP1 az már készül, az hamarosan kész lesz. SkyPP2-t, ahogy mondtam, ezt nem én csinálom, szóval nem tudom elmondani, hogy mikor csináljuk. A két PP-t szerintem az ugyanaz a személy fogja csinálni, mint a SkyPP2-t, amit ismét nem árulhatok el. SkyPP3-et azt még nem döntöttük el persze, de azt én fogom megcsinálni. Hát még, hát ennyi. Ja, köszönöm a figyelmet, még itt bemutatnám, hogy milyen a spawn, ha valakit érdekelne, itt a nagy sárkány, ugye a Texas spawnról. Igen, úgy építettük meg szinte az egész lobbit, itt elárulom a titkot, mert mi kedvesek vagyunk, na, hogy építettünk egy falat, meg egy tornyot, és akkor ezt fogtuk, ezt bekopiztuk egész végig. Mert most azért egyesülen gépteni azért kicsit komoly lett volna. Itt meg terveztük elsőnek, hogy hogy nézen ki a lobby. Szóval, hogy már itt elő legyenek a táblák, ott spamnolnak, és akkor középen legyen valami, mondjuk egy folyó vagy valami, és akkor körülöttek a portálok, és pont ugyanígy csináltuk szinte meg, ha észrevettétek, csak kicsivel dizájnosabb lett, meg jobb lett. Szerintem amúgy jó lett. Nagyon-nagyon jó lett, szóval a építésseimnek gratulát mondanék. Ennyi volt ugye ez a rész. Nem tudom, mikor fogok 100 millió tét sorozattal jönni, de majd biztos fogok. Azért van defaszkinem, mert most az van. Nem tudom miért, nem mindegy. Hát ennyi lett volna. Ja igen, mikor fogjuk átadni, úgymond a lobby szeret a klienst. Hát ez változó, mi a klienst meg a lobbyt egyszerre fogjuk kiadni. Szóval egyszerre kell befejeznünk mind a kettőt. Lehet, hogy a kliens lesz előbb kész, lehet, hogy a lobby, nem tudjuk. De viszont semmelyiket nem szeretnénk előre kiadni. Mind a kettőt ugyanakkor akarjuk kiadni. Szóval igen, hát mikor adhatjuk ki? Hát 25-e előtt az 100%, amivel akkor fog lejárni a másik szerver, azaz ami most fut, játszotok ugye rajta, azaz. Szóval 25-e előtt valahogy megpróbáljuk kiadni. Szóval, hát most itt számolva van 22 napunk. Azt ja,
22 nap alatt csak befejezzük, majd hát 3 hét igen. Na mindegy, ennyi lett volna. Sziasztok!